Hát, sziasztok! Mi újságban, hogy van mindenki? Én roppant jó vagyok, és eléggé izgatott is, mert hát most fogjuk megépíteni az első, a legelső, amit valaha is épít a Katlaszban, Masterwork hajógyárat. Nagyon kíváncsi vagyok benne, hogy milyen extrát ad ez majd a hajóinknak, és ez egy large Masterwork shipyard lesz, úgyhogy már várom. Let's go! Let's go! Már beléptem Atlaszba, el is van mentve, úgyhogy nézzük. Előkészültem már egy kicsit, ugye, mert itt elkezdtem építeni ezt a kis utat kifele, mert a hajógyárat csak ide ki tudjuk majd lerakni, ide messzire ki. Egészen ideig valahol ide fogjuk, itt lesz az eleje neki, ami tökéletes lesz. Utána meg majd szeretnék a Brigantinnak csinálni egy olyan helyet, ahol ott tudjuk hagyni, mert itt nem tudunk fölmenni rá rendesen, meg lejönni róla, meg ilyenek. De ez már később sikerült kikeltetnünk a póktojásainkat, amiért hát borzasztóan boldog vagyok, meg kell, hogy mondjam. Tele vagyunk mindennel is. Ha woodot kéne csinálnom, akkor nincsen hozzá stone, meg wood, nincsen fánk elég. Úgyhogy igen, elmegyünk az elefánta gyorsan egy fakörre, utána meg körbenézzünk a többi szigetünkön is gyorsan, csak hogy semmilyen felszerelésünk ne, mi az már ilyen digrét helyen ne tűnjenek el, mert itt is megtörtént az, hogy egy ideig nem voltam, ugye amikor körbejártam minden más szigetet itt, és eltűnt egy pár elem a hajógyárból, úgyhogy a többi helyre is el szeretnék menni, csak hogy ezt ki tudjuk majd mi az már? Javítani, hogy ilyen baj ne legyen. Igen, nagyon sokáig gondolkoztam a szón. Talán még majd, ha úgy lesz időnk és olyan jó lesz az idő, akkor fogunk tudni egy kicsit mi az már tenyészteni is egy-két szigeten gyorsan, még az építkezés előtt. Aztán ja! Amúgy jól el vagyok, voltam tegnap este edzeni, nagyon jól éreztem magam. Fáj egy kicsit a meg a vállam, meg mindenem, de jól vagyok, szóval nem úgy fáj, hogy fáj. Jártam ugye csontkovácshoz kicsikét, a fájdalmak miatt, hüm-hüm. De most nem úgy fáj, hanem úgy kellemesen. Ma reggel sikerült elmenni egy kicsit futni is, azért is borzasztóan boldog vagyok. Már egy ideje szerettem volna visszatérni a reggeli, délelőtti, esti, akármikori futáshoz, és most végre sikerült rávennem magam, és szuper happység van. Úgyhogy veletek mi újság van, remélem mindenkivel minden jó. Nem csak velem minden jó. Velem nagyon happység van. Kell egy kis minden, és hát még nincs olyan túl sok. Három fajta fánk itt megvan, ez szuper. Ennek örülök, meg a jószágomnak vissza szeretném hozni a stamináját, köszönöm szépen. El tudott egy ideig ilyenkor, hogy visszajön a stamina, de megleszek vele, no para. Nem sokára elég ügyes leszek hozzá, hogy talán vissza leszek hozzá, leszünk hozzá ezt, hogy talán esetleg nem akarom elkiabálni, mert egy párszor elkiabáltam már, most nem fogom, de lehet, hogy visszatér a beosztás. Csak izgatott vagyok tőle. Ja, azt hittem, hogy... Szuper, let's go back! Nem kell szígrépsz, abból van sok. Csak tudunk menni? Már kicsit jobban. Úgyhogy szuper! A hajóból már, amikor már rendesen el tudtam parkolni, akkor ki kell belőle pakolni a blueprinteknek egy részét, mert nem kell nekem ide az összes blueprint a hajóra, hogy megint elsüllyedjen mindenünk. Ez nem éppen a legjobb ötlet úgy. De hát, tudjátok, hogy van ez. Nem a legjobb ötlet, de attól függetlenül még néha úgy történik. Eléggé szomorú ez ilyen.
szépen lassan batyogunk, és tartunk előre. Meg kéne nézni, mennyi fa van ebbe is benne, de tudom, gyorsan megnézem. Remélem jó sok, kikapcsolom, bekapcsolom, hát ha az kell neki majd. Szuper, egész jól állunk. Fecsel is, fával is. Hát 4000 egy hajóra való még nincs benne, de szerintem szépen lassan az is előfordulhat, hogy már lesz. Nem piszkáljuk, mert ugye általában állatokkal szoktam farmolni. Azt hittem már itt marad, de csak gondolkozott, hogy mit csináljon. Úgyhogy ez így azért jobban hangzik. Rájöttem, hogy most már működik ez is, mert egy-két méh kijött belőle, és így belement ebbe az épületbe, és volt benne motyogunk. Hát view team information, valamit van. Ennyi, vannak benne méhek, ami nem tudom, hogy került bele, meg rattlesnake, de van benne, úgyhogy yes. Kijöttem belőle majdnem 200 mézet, ami nagyon jó. Egész jól néz ki ez a kis platformunk, azt kell, hogy mondjam. Büszke vagyok magamra. Szia Mika, hello, hello, mi újság van? Szia papa. What is up? Döglés? Jó hangzik. Ó, oh, az Isten itt már. Hagyni. Légy szíves. Ki kell belőle venni a szigépszt. Többi az maradhat szerintem, kókonat sem kell neki, minden más az jöhet ide. Szuper. Tehát akkor... mi kellhet még nekünk? Bemegyek a boltba, oszlopok. Az lesz, de elsőnek kipakolunk magunkból mindent. Szuper, innen is, onnan is. Oda megyek az ágyhoz, aztán fast travelerünk mindenfele is. Fast travel. Tan. Én nem dölködtem, annyit képzelt voltam. Voltam edzeni tegnap, reggel futni. Oh, yes. Oh. Rendben, ide eljöttünk a jószágjainkhoz. Aki ezek még nem tudnak pározni, az szomorú. Itt csak bébik vannak. Ami jó.
Szevasz, Erratic Mark 4. Szia, üdvözlünk itt nálunk. Mi újság? 24-es Tiger Female. Hát ez érdekes. Elvileg reggel majd tudunk majd még belehozni több mindent is. Ez itt nagyon nem jó. Flint, Hyde. Úgy ám. Amellett nagyon, kicsit nem figyel oda az ember, aztán pikpak főszalad 20 kiló. Na jó, az én esetemben mi volt? Majdnem 20-15, valahogy úgy. Úgyhogy, ja. Ilyen az ilyen. Saddle. Van még, szuper. Jó lenne, ha tudnálak breedelődni. A jó szágjaim. Fából van, rengeteg szeppünk van, az nagyon jó. Nincsen medvénk, amit majd ide kéne hoznunk, meg ugye ezt a hajógyárat is be kéne majd úgy rakni, hogy jó legyen. Kéne ebből is még egy hajó. Az ilyen warship már nem kell, lehet, hogy egy transport ship kellene majd összeszedni. Vagy egy transport shipet kellene majd összeszedni. Fejezd be a mondatokat, Roli, mert nagyon idegesítő néha mindig. Tudok csinálni egy bookshelfet. 4-es. Oké. Okay. Ó, ezeket meg se néztük. Ez B7-es. Azt hiszem, pont oda való, ahol másik bázis van. Á, nem is baj. Lerakom ebbe a szekrénybe. Csak hogy jó legyen. Igen, sajnos este ezek a jószágok nem párzanak, és az elefántok sem. De igazából most csak az volt a cél, hogy... Hoppá, na, akarjál már föl, hát már... Hogy megnézzünk mindent. Megvan-e, és megvan minden. Leather, meg ilyenek. El is felejtettem már a sárkányt. Azt, amit ásítottam. Elnézést kívánok. Már bennem van egy pár kávé máma. Így nincsen zsiráp, se medve, se semmi se. Úgyhogy ez egy kicsit érdekes, de még ez is működhet. Ti át tudnák menni a túloldalra egy kis vasért, mert az még mindenhez is kelleni fog majd. Oké, és ezt a lovat meg kéne szedelölni. Kell egy storage. Large storage box, fiber attach, wood. What's one wood, 70 thatch. Szia, Fidi, mi újság? Hello, Bedó! Na, milyen jó játékot kaptál? Ki vele? Milyen jó játékot kaptál?
kíváncsivá teszel. Tam, és... Szuper. Gyere, lovacska. Elvileg, ha átmegyünk a túloldalra, ott lesz... nincs hozzá semmi, nem meg ki tudnám bányászni. Roli. Nem figyelünk oda. Egy kis fém, és visszahozunk egy kis fémet. Csak hogy legyen egy kis fémöntvényünk, meg ilyesmink. Esetleg egy pár ágyunk. Kell a weapon, mili, tick, hatch. És ez. Lord of the Rings, és a... Várj. Lord of the Rings játékból én nekem csak és kizárólag a stratégiai játék van meg. Ez az? Vagy ez valami más? A két már van ilyen, nem baj, lesz kettő. Ez mostanában jelent meg, akkor ez nem az, amire én gondolok. Én csak egy stratégiai játékra emlékszek ebből a Lord of the Rings-ből, megmondom neked őszintén. Érdekesnek hangzik. Itt volt egy kis fém még annó itt valahol. Á, lóval lefutjuk a tigrist. Szép fejjel tigris, mondom csak el, de köszönjük szépen, nem érdekel. Na, itt elefántjaink vannak. Kis HP neki. Elvileg itt lesz majd. Hogy ez ilyen csoportos kalandjáték? Vagy mi lehet? Minimum 4 fő, szóval minimum 4 ember kell hozzá. Mi? Kraftolós játék. Mi van? Yes. Egyedül is kell lenni, de az nagyon OP-nek kell lenni. Hát Fili szerintem te OP vagy, úgyhogy. Hogy semmiféle csak hiszem, Fédi. Ja, semmiféle csak hiszem. Teljesen biztos vagyok benne. Hogy áll a pacink? Itt van még egy kicsi. Ezt meghagyom tartjúban, mert elvileg valahol itt beljebb is van.
valószínűleg rossz felét választottam a mapnek letelepedése, már úgy rémlik, hogy itt van a több metál. Ha. Legalábbis van valami, cudi. Nincs? Itt van kettő zsiráf, az biztos. Yes! Tudtam én! Nem kell sok, csak egy pár száz. Jó lenne, meg lehetne jelölni a mappen, valahogy meg lehet, de... Lehet, hogy van egy olyan mód hozzá, hogy ilyen interaktív map, az jó lenne. Úgy a sziget külső részén maradva. Sziasztok, akár sziasztok. Üdvít minden újnak és réginek és mindenkinek. Hát ez a ló az egy kicsit meg volt zabolódva. Ránk jön a tigris, akkor tudom, mit kell csinálni a lóval. Menekülni. Addig hát, ha a tigriseink leszeretgették egymást. Fuck! Menekülj, Roli! Elég nagyon jó. Pont el tudtam jönni metál, és semmi gond nem volt belőle. Úgy, ahogy kell. Itt
itt volt amúgy a metál lelőhelyünk. Csak hát sajnos az eltűnt. Mert elhasználtam az összes metált innen. Még az előző hajó építéshez, ha jól emlékszem. And megérkeztünk. Szuper. Tehát akkor le alulról, kipakolunk belőle. Belekerül minden ebbe az asztalba. A metál meg ebbe az asztalba. Jó is volt igazából. Írjon a célhoz, ha találkozott volna eljutni odáig, mint lóval, az biztos. Fenn. Na nézzük meg ezeket. Oké, és 5 perc. 5 perc. 5 perc, 5 perc 17, aztán továbbállunk. Mint aki jól végezte a dolgát. Elfogyott a kávém, jaj, nem már. Na, még a gesztálnak a tigriseink, gyorsan elmegyek, hozok egy pohár vizet. Szebb a Jenőkraft, mi újság? Na, 4 perc. Jéha! Közben nekem mi kelljen? Hát, kraftolgatunk. Ha tudunk. 4 perc az elég sok mindenre elég. Kellene egy kevés... Fiber, összeszedünk egy pár stacknyit addig, 4 perc alatt össze tudunk egy kicsit kaszálni. Csak innen kívülről, mert ugye nincs nálunk. Hey! A szép! Paci az leküdte. És 3-as, és... egy tigris, ami jó, mert pont az volt ott a lényeg az elefántoknak, hogy azok elhalálozzanak. A tigris meg szépen lefoglalja magát. Ott egy térkép. Az de jó lenne. Szép színe van annak a tigrisnek, meg kéne nézni, hogy mi fajta, féle. Elvileg tudunk craftolni mindent is. Ez a Jó.
Ennyi. 16-os Female Tiger. Szuper! Mi jönné játszani, mi? Jönné játszani? Mi azt, hogy nem megy a húszta? Várjál, akkor kilépek, ezt visszalépek, csak... Ára, hagyjék már meg a... Okés. Okés, akkor kilépek és visszalépek én, mi? Várjál, várjál. El kell intézni azt a tigris sajnos, mert nem merem itt hagyni addig. Azt el kell intézni, túl közel van a bázis, de ne hozd ennyi! Ide hozza a bázishoz, baszik az elefántjaimat. Ez az minden, az az arrafele, vidd őket el onnan. Szép színe van, nem? Ennyi. Nézzétek már, üdvözöllek téged is. Senseless Directory. Hát szia. Elmegyünk a lábához, kell belőle a bőr. Elkire majd már. Oké, várjál, ugrasszunk így. Ja nem, a... Kis tigris kölkök. Oh! Help me! Oké, és... Hol a többi? Még kettőnek lennie kell. Takarodjál innen el! Okés. Még kell lennie egy kis tigrisnek, hol van az? Ez egy 39-es kis tigris, az töké. Megvan! 31-es, sziasztok! Ennyi! Okés. Na most jeltek. Na végre, itt van az összes tigris. Megvan. Behavior disable. Behavior disable. És behavior disable wandering. Szuper. Mindenki rálát a kajára. Szuper. Van egy 39-es, 31-es. És mail természetesen. Mi? Ugyan már. Meg ez is mi a... Ah! Ez nekünk így nem jó.
tehát akkor legyen exit game. Gyorsan elindítom a hostot, Timi. Meghozok én is egy kávét, közben ez elindul. Ja, elsüllyedt a hajunk. Mindennel együtt. Mindennel. Esztivel elsüllyesztettük kőkeményen. Bocsi. Tele volt pakolva mindennel, bazeg. Mindennel, Imi. Első hiszed. És elsüllyedt, baszki. Elsüllyedt. Sírtam azért, amikor ez megtörtént, megmondom őszintén. Úgyhogy, ja. Százas gallon nem, igazából meg is tudtunk, meg is bírtunk volna lógni a gallon, vagy eszem, nem is tudom mi volt, lehet, hogy egy kisebb volt Brigantin. Meg tudtunk volna lógni előtte, és nem volt elég plank a hajón, hogy ezt így meg tudja javítani, és elsüllyedtünk a gecibe. Úgyhogy, ja. Lereimi, szóval elsüllyedt a hajunk mindennel, ami rajta volt. Ja. Szétbaszott még egy gallon. Nem volt elég plank, volt ugye gunpointból sok, csak az aljára kellett volna még 2-3 plank. Lementem gyorsan megcraftolni, addig ott hagytam a kormányt, és túl sok plank hiányzott. És ja. Mielőtt még elkezdesz belépni, átugrok egy a map másik részére. Itt már megvan, megszülettek a kis tigrincsek, szuper. Kirakok az inventorimból mindent. Azóta már szedtünk új blueprinteket. Hát tud, jó, majd... Egy van, vagy tudod, tanulunk belőle. Nem tudok más csinálni, sajnálj, mi már elkúrtuk. Sajnos elkúrtuk. Fast travel. Ezt nem akarom megnézni, mert nem kell semmi. De itt nem, az izgalom volt a lényeg, és volt, és te, nem a tárolása volt, mondom, túléltük volna. Úgy mentem el, hogy fölkészülve, csak nem voltam eléggé fölkészülve sajnos. Úgyhogy, ja. De viszont ugye mételtem le pókokat, vannak még tigris, van már oroszlánunk. Van már lionunk, ami jó. Rinoink is vannak. Póktojás. Pick this up, please. Wow, nem is figyeltem rá. És kell, ezt inkubáljuk is, ha már itt vagyunk, úgy is kell ez a hely. 2 farkasunk is tenyésztődik, szuper, egyetlen egy lionunk van itt, amott még van, elvileg van még egy póktojás, akkor azt is kikeltjük már, ha már lehet, pókokat, az a baj, hogy a pókokat, amit kikeltem, akkor akkor pikpak le kell őket ezni, mert azonnal elszélednek minden irányba, és annyi pók egyelőre elég is lesz. Itt vannak a, van egy ilyen, egy új hajó, mi? Lekraftoltuk már ezt, mivel megcsináltuk, ez egy ilyen brigantin méretű, ez a Kingler, a Klinger, nem Kingler, Klinger shipyardban készült, nagyon jól néz ki, hallod, nagyon fasza, nézd meg, milyen jól néz ki, rá alatt el lehet menni mellette, Franco nagyon, majd föl kell majd szerelni, ugye, és ugyanebből a fajtából csináljuk a legnagyobb, ez a Ship of the Line Galleont. Nézzük, az is mekkora baszki. Hatalmas. Van az oldalán ajtó, ember. Ajtó van az oldalán, nézd meg. Pont olyan dokkot építek majd neki mindenhova, hogy be lehessen ott menni. Egy gyorsan megmutatom. Ez a Klinger shipyard, ezt nem én építettem, ez ilyen kész structure. Itt van valahol az oldalán egy ajtó. Itt van. Ajtó van az oldalán, baszki, nézd meg! Be lehet rajta menni, beszajsz! Legjobb. Ezt akarjuk már megcsinálni, de most le akarok rakni. Találtunk a kincsezéseink során egy Masterwork shipyardot. Okés.
Persze, ő is volt fönt. Haj, ne lett volna. Jött ő is kockulni, jaj. Pár napja. Két napja, azt hiszem. Tegnap előtt valahogy így. Akkor azt mondja, hogy... Nem, hát ő is akar jönni kockulni sokszor általában, szinte mindig. Farkasok is mindjárt jönnek, arra is oda kell figyelni. Oké, inkubálás megvan. És hány pók lesz benne? Csak egy. Nem baj, egy Mia. Mia, mindegyik Mia, nem baj. Walk with me. Szevasz, real love me. Szeva. Dolgozik ma, hazaér, nem tudom, hogy lesz-e kedve. Majd meglátja. Van kado. Lássuk, telepakoltuk ugye mindennel faszán. Vittük volna a negyedik féle metálunkat az új helyünkre. A negyedik féle fát, ugye pine meat, vagy pine tree, az a negyedik fajta fa. De sajnos nem tudom, minden, amit tudok már enni sétálni. Oké, na, ennyi volt. Hála a magasságosnak. Jaj, és úgyhogy sajnos... ja. Kemény volt. De szerintem nem az utolsó hajó volt, amit elvesztettünk, úgyhogy azért annyira tudod, rosszul érzem magam miatta, de hát csinálom. Oh, hello! És vannak már farkasaink. Oké, ezek pont cukik, méretűek. 81-es, ezek is jók. Szia, farkas, baby! Szia! Cukci vagy! Ah, de jól néznek ki. Imádom a baby állatokat. Kado? Walk. Természetesen az egyik kado lenni, akkor a másik is sétálni. Méne? A krokodil is oda, az is rajta volt a hajón. Az összes legénység ugye, amit vettünk. Voltak jóféle térképeink is. Pont meg, ugye Esztivel volt egy, ami ide, azt hiszem 3 vagy 2 volt erre a szigetre kék térkép. Esztivel nem bírtunk velük, de lett volna még egy valaki, hogy simán elbírunk velük. De sajnos az is oda. Úgyhogy, itt van ilyen cloth, az jó. Ugye hoztunk sót, azt itt hagytuk, szerencsére a nagyját, mert ugye az kell ide ehhez az úszhoz, ami itt van ezen a szigeten. És stop. Start. Ez a stop és start stratégiát tolom bele. Úgyhogy, ja! De állatokat már szétszóltunk, ugye hoztunk ide is rinót, van még egy helyen rinó, ami jó. Szerintem itt ennyi is voltam. Le van mindenki tenyésztve. Farkasokból behavior. A fiú ez ugye? Igen, ez a male. Ennek disable-elem a breeding-jét. Itt is ennek a male-nek is disable-elem a breeding-jét. Talán visszajövünk ide az ágyba és... Pasztrava.
Hogy is voltam? Ez volt az? Ja, ez az. Ja igen, már itt is elfoglaltam ezt a szigetet. Ha, mindjárt megmutatom. Ugye visszajövök, körbenézek, hogy van-e valami. Itt ugye tigrisek vannak ezen a szigeten, de vannak jóféle tenyész tigriseink. Úgyhogy az Franco Nero. Oké, én még fasztraváltam egyet, hogy jó legyen, ugye itt vannak a tenyész tigrisek. Van már madarunk is, rinocéruszaink is vannak bőven, azokat is tenyésztettem, itt is van egy jóféle hajógyár, nem hajógyár, hanem cucc. Itt van egy bánya, amit leraktam, az tök jó. Mutatom megfele. Elveszem ezzel a tigrissel, mert mással nem fogom, ez az egyik tenyész tigrisünk. Itt sincs medve, sajna, azokat majd szét kell hordanunk a medvéinket. Itt is megcsináltam faszán a helyet, jó néz ki mi. És ez a sziget, ez teljesen le is van győzve, itt megabáltam a kalózokat. Meg leraktam ide is egy bányát, ugye vas miatt, mert itt nem találtam még vasnódokat. Ugye én elhoztam az összes tigrist, és az összes tigrissel az történt, hogy nincs benne fuel. Na gyere csak ide. Jósan hozunk fuelt, meg ugye ez a show készletünk, itt van. Itt már csináltam rengeteg puskaport. A hajó, amikor elsüllyedt, volt rajta már majdnem 200 tüzes nyíl. Sajnos megcraftoltam rá rengeteget itt, ezen a helyen. Meg vagy 6-700 ágyúgolyó. Jaja, bőven kell lenni fog majd só. Jó. Jó, szuper. Ebbe belerakom, meg ebbe is. Ide kell majd hoznunk elefántot, meg zsiráfot. Itt is bírunk, mert mondjuk elefántot nem muszáj hozni, lehet, hogy fogni is tudunk. Lehet, hogy az lenne a jobb. Ja, hova éledj? Az itteni ágyon, ha látod. Kérlek szépen, a B6. A nem is, a B5. B5-ös ágy. B5-ös bal alsó sziget. Ha azt látod, Émi, akkor oda él egy, please. És már 10 000 show van benne, basszus. 10 000 show. Én csak azért jöttem amúgy el, mert nem akarok túl sok időt tölteni itt, Timi, hogy... megtöltsünk mindent, amit kell. Ez a vizes, ez tök jó. Ezzel lehet ugye eloltani a tüzet. Itt is vannak jó cuccok. Van minden is itt. Ez csak ilyen mondva csinált bázisszerű, mert... Yeah. Na már fejezd már be Roli a mondatot. Azért, mert ugye itt csak elfoglaltam a dolgokat, azt itt össze akartam hozni ezt a rinó szeledítő cuccot. Amit sikerült is. Már életsz is imi? Vagy föl élet, ide is élettél? Vagy hogy volt ez? Ha még nem, akkor gyorsan vissza a fast travelelek.
Ah, látlak, látlak. Hát jövök fel a Discordra. A szava. Mi újság van, Ibi? Minden melóhút ma is. Nyisz, nyisz. Majd szétment a fejem már, úgyhogy kicsit feküdtem. Értem, de úgy nagyjából alakul, de érzem. Ahogyne. Azt reveltél? Á, itt vagyok, itt vagyok, itt vagy velem, te is. Még nem. Már akkor gondoltam, már ki csírelünk egy kicsit a játékban, ezt kihasználjuk a dolgot, felülsz az egyik rinóra, azt úgy fasztáblálak, mert akkor jön velünk a rinó is. Mert akkor odaránt téged ugye, ahol én vagyok, azzal, ami éppen rajtad van, vagy amin éppen rajta vagy, azt akkor el tudunk hozni egy rinót. Aha. Tőled befele a helyzet. Á, csak nyugodtan, úgyis itt egy fak. Bárányt is tud lehet magunkba befogni. Hát kellene. A másik szigetem van is szerintem. A bőrnek legalább, vagyis a, igen, a bőrfajtának. Tudnánk levágdosni őket. Van nyereg a rinón? Várj, nem mindegy, hogy melyiket hozzuk el. Amelyik nem nyereg van ez? Amelyik már úgy született, olyat akarok elhozni. Ez a 23-as úgy született, van egy 15 szint. Oké, és ezt át is rakom a nyerget. A 62-esről a 23-asra. Kicsit bele van a glitchelve a földbe a videó. Nekem rendesen kint mutatja. Szerencsére. Igen, na, ez, hát az a izé miatt van. Erre itt, amire átadtam. Ez a Baby 2 23. Más nem is tudok magunkkal vinni, mi? Az eltűnik a tudsz. Hát rajtad marad, meg a Rinóba benne marad. Hát ha valami kell, azt meg pakoltunk bele. Hát esetleg egy kis Pine Tree-t azt tudnánk belerakni. Amúgy másunk minden van ezek közül, ezekből, ami itt van. Új, izé. Poppy. Tudom, itt van-e valami mag, amit el tudunk vinni, amit kell amoda. A chickpea, azt hiszem. Chickpea van itt sok. Craftoltam már egy kis gunpowder, de szerintem azt mindenhol tudunk, úgyis jövünk majd ide hajóval is, úgyhogy annyira fontos dolog nincs. Sónk van, de most a helyen úgyse kellene, most ott építkezni akarok, majd le akarom rakni a hajógyárat. Az a földcél, csak eljöttem mindenhova, mert ha túl sokat vagyok egy helyen, és nem látogatom meg a többit, akkor ott elkezdenek dikélni egy-egy épületelemek, úgyhogy mindig el kell menni. Úgyhogy oda viszem a rinót, aztán tehetünk bele egy kis... Meg amúgy tök jó képessége van a rinónak ám. Az ilyen nagyobb sziklákból, amiből ugye kiszedsz ilyen, mit tudom, 20 metált általában, ha charge-olva mész neki a rinóval az olyan nagy sziklának, akkor az kiszed belőle 100 metált. Meg vagy majdnem 2-3 ezer követ egy neki szaladásra. Ja. Azt szedtem ezen a szigeten a metált, mert itt nem találtam metálnódot. Innen a Pine Tree kell nekünk nagyon, más nem. És újra kell rakni? Súly meg méli szerintem a kettő, mert... Eléggé tele volt már, úgyhogy meg belepakoltam. Hát elég szépen telik meg fel, úgy látom, ja. Mehet a súlyra. Ami van itt Pine Tree, szerintem az mehet is. Annyi fér bele. Én kihoztam magam a mindent, aztán megyünk vissza a hajót építeni. Ó, várjál, van egy tigris, elkezdte elkintézni mögötted. Gyere csak ide! Nyát, picsáját. Nehogy meglepjen, amikor majd visszajövök.
szuper, és akkor mehetünk is. Kicsit cheat ide, ennyi belefér. Ennyi veszteség után már használjuk ki a játékot. Itt vagyunk, itt né. Mehetek? Rajta vagy a Rinon? Aha. Oké, és indulok. Hopp! Jött egy cash. Te fasza. Azt mondta az Atlasz, hogy én ezt nem szeretem. Lépek is vissza, megnézem, mekkora rollbacket kaptam. És hogy dolgozó, új évkor dolgozó? Milyen volt, milyen volt a karácsony? Nem is láttalak egész végig, voltam egyszer-kétszer live-ban azért. Ugye, azért voltam Mutternál, két nap. Az egyik nap csak ugye hármasba, utána jöttek úgycsibék, aztán társat hoztunk végig. Az fasza. Csak jó volt. Utána meg már jöttem, ugye. 27-től 31-ig végig. Jó. Tehát is 4-re mentem, ma is 4-re. Jaj, de jó. Visszaengedett. Szerintem hozzá jöttem, úgy meg kell néznem. Mi a respawnolnom kell? Nem áll. Not bad. Pedig nem is lépek vissza a végezet. Nem vagy a főhelyen. Én a főhelyen vagyok most már, jött. Ja, csak akkor a kérdés, hogy a Vino eltűnik-e, vagy eltűnt-e? Visszadobott? Van másik, van másik Rino. Nem dobott vissza, halott voltam. Ja. De az úgy akkor még jobb. Úgyhogy... Nézd már, az meg! Itt egy doboz! Beszalcsizás. Hát én megvárom, amíg te megjössz, és... majd ide ébredj az A, ha esetleg bedob, és éredned kell, megy a kávéért, akkor a C6-ra az ágyra ébredj, az Explorer melletti ágyra. Majd leépítünk, lerakjuk szépen a hajógyárat, aztán faca lesz. Pillés jövök. Jó.
Na szuper, látom már, itt vagy. Jó. Van egy adag cloth ruha a szekrényben itt a az etető mellett. Mármint a nagy siló mellett. Oké, és le van kraftolva minden. Ebből kell 30. Nem a Rinóval jöttél? Á, nem, meg voltam halva. Meg voltam halva, mennyi. Gondoltam, hogy az lesz. Megpróbálok a kötés. Lejövünk. És... Vagy itt elég nehéz a szél. Akkor kell még egy kis gamma, mert nem látok semmit. Oké, ez itt jó. Meg rögtön mellette levő. Szuper! Fel tudunk két ugrani erre. Az jó lenne. Meg kell venni egy kókuszt. Megettem véletlenül kettőt. Jobb, nem tudunk felugrani. Mert miért is tudnánk? Elfelejtettem magammal hozni mázó cuccot. De ügyes vagy, Roli. Úgyhogy úgy kell visszaúszni, nem baj. A hajó aljára, de most már ugye ezen az Explorer hajón jobban szétosztottam a blueprinteket, most már frankon szét van válogatva minden fajta szerint. Csak a ruhákat tartottam egybe, minden más külön van. Sokkal átláthatóbb lesz így majd hosszú távon. És az a felét azt már ki akarom majd rakni, de csinálni egy ilyen blueprintes szobát, vagy helyet valamit, hogy 31 szekrény van, és mindegyikben van valami, úgyhogy kell majd dolgoznunk vele egy kicsit. Kell nekem még a csákjám. Itt annyi van, hogy ugye bármit csinálhatsz is nyugodtan, amit csak akarsz. Annyi, hogy a bánya körül lévő fémet azt ne szedd ki, meg minden más játszik. Meg ott van egy ilyen fa bánya is, mert a bányában van háromféle metál, pont elér mind a hármat. Meg a fa hely is pont elér háromféle a fát, szóval van benne háromféle fa, meg háromféle tecs. Szóval van ott, a jobbra a bánya. Aha, jobbra itt a bánya, és balra ott van a falhely. Ott abban a Castelfánál. Látok valami épületet, ja. Meg itt van, működik ez a hely, hallod? Ez a... Az a kicsi. Ez a kis vacak? Aha, már szedtem ki belőle cuccot. Na mit ad? Attól függ, hogy mi van benne. Rákattintasz a E-vel hosszan, és rámész a View Theme Information-re. Most nem látok team information, de van benne már Maze meg Venom. Mert van benne... Itt egy mékos. Ne, van benne már kettő mély és kettő kígyó.
Valahogy. Valahogy, nem hát tudom, hogy mondom, hogy. Befogja, vagy betémeli, ami ott közelbe jön, szerintem. Érdekes. Igen, mert én úgy olvastam, hogy ide kell csalni. Itt tudom én, amikor hangyák megtámadnak, és úgy ide hozod a hangyát. Úgy betémelődik, hogy belejön, vagy nem tudom, hogy jön ez. Próbáltam azt is, mert pont beleütöttem, amikor jöttem ide az elefánta egy fa körnél, visszafele. Szevasz, Mr. Tali. Nem, sajnos, ez egy ilyen saját szerver, én hostolok, szóval ez nem szerver. Én hostolok, szóval érted. Ez ilyen roli host, csak. Imi hülyen segítkezik nekem hajót elsülyeszteni. Mert már nagyon sok hajók elsüllyed, aztán innen így gyerekek. Aztán innen mennyi hajónk elsüllyed. Ezt itt is sikerült rávenni, hogy játszunk, azonnal elsülyeztettünk egy hajót vele. De élvezte úgy, hogy az a lényeg. És én is, de én roppantól élvezem. De viszont, ó, képzeld, a hajóval a szigetnél lévő kalózhajókat, kettőt is lebírtam vele zúzni. Az jó. Fasza volt, nagyon. Meg itt a vízben vannak zsiráfok, meg valahol ott kívül is a sziklán látsz már egy pár medvét. Azok azért vannak ilyen messze, hogy majd valami vadállat jön, aztán megegye őket. Ha? Mert már túl sok van belőlük, aztán... Siker! Na, ez jó volt. Ezt kivisszük oda. De már nem is tudok többet rakni, mi? És meg kell nézni, hogy pontosan hova is tudom itt lerakni majd a hajógyárunkat. Tökül megcsináltam, ez tök jól néz ki. Lejárat. Tiszta büszke vagyok magamra. Oké, okay, hajógyár. Elvileg oda ki tudom valahova rakni. Ide? Wow, várjá! Ide pillom rakni? És visszaúszunk erre. Ide is kéne valami létrát, lépcsőt fölrakni, nem mindig kampúzni fölfele. Azt jó lenne. Minden más is. Itt azt fogom csinálni, hogy se lehozzuk te így. Várjál, hopp. Oké, és jöhet is a 4-es. Szuper, és 5-es. Super. Amúgy olyan durván jól választottam ki, ugye próbáltam helyet keresni, hogy hol tudok még egy ilyen kisebb dokkot csinálni ennek a hajónak. Uh-huh. Ezen a helyen, ahol ide álltam a hajóval, és körbeépítettem dokka, ide fél csak be egy hajó. Sehol máshol nem tudsz behozni ilyen messzire, mert szikla van mindenhol. Talán a bal oldalára, vagy a jobb oldalára a helynek lehet egy kicsit, de az is eléggé ilyen ifis. Tán?
Okés. Elvileg ilyen ágyút is bírunk majd kraftolni, rendes fél ágyúkat, meg ilyeneket. Ez is jó lesz. Meg a legénységünk is nagyon kemény volt a másik hajón, azért ez jó volt. Nem, nem sokan múlt amúgy volt. Szerintem. Hát, jó, hát figyelj, most így. Ez sajnos a velejárója. Hát megépítem azért a tárlóhelyeket majd. Okés, ahova gondolod igazából. De... Hát valami olyan helyre kéne, hogy... Ide... gyorsan ki tudunk pakolni meg. Odafelőre. Milyen tárolóhelyekre gondolsz? Hát mondjuk a... Kéne a nyersanyagoknak is külön. Az jó lenne az építeni egy ilyen szortírozót. Ide föl, mert ugye itt... A dokra, ha beállunk egy nagy hajóval, nekem az a cél, akkor minden láda mellé be tudunk állni egy lóval vagy medvével, kipakolni a ládából a medvébe, azt el tudjuk hozni itt egyenesen föl, vagy az állatokat majd állhatok a máshova, és akkor itt, ahol a zsiráf van, ide megépíteni a helyet. Nekem az jó lenne, ha neked megfelel. Ott egy kint. Aha, látom. Ez nem is szokott ilyen közel lenni a part. Na. Na jó, van, akkor itt lesz. Lehoztam a zsiráf egy nyelget gyorsan az elefántról. Én nem levigyem a zsiráfunkat. Ezt a zsiráfot használtam farmolni azért. Hagytam valahol bent a bázisban. Ugye szedhetsz oda egy körtecset amúgy. Benehagyhatod, mert szerintem úgy is kellene. Azt nézem, hogy... De csak ebbe az izébe kéne gyártani. Építőelem, hol van ez? Meg, fun fact, ugye lehet csinálni ilyen AA-s smithit, lehet csinálni ilyen, miért nem vagyis hívjákosat, ilyen poliposat is, az nem is tudom melyik, a spunk, meg sima smithit is, ugye a sima smithit a saját inventory-be csinálod. Van egy-két olyan dolog, amit csak a sima smithiben tudsz megcsinálni, szóval azt le kell gyártani azt is. Szóval minden háromféle smithit le kell gyártani, hogy minden cuccot bírjunk kraftolni. Vannak olyan smithik, hogy van olyan spunk cucc, ami csak spunk smithibe lehet. Meg van olyan A cucc, ami csak A smithibe. Úgyhogy ha helyet építesz, akkor már úgy csinálod, hogy mind a három smithi ott legyen valahol kraftoló közelben. És van még egy fajta smithi, ami nem tudom, hogy pontosan mi, megmondom őszintén. De lehet ilyen bulk cuccokat is építeni, lehet ilyen bulk mortált, amiben nagyobb mennyiségben tudsz, bulk smeltert, amiben nagyon mennyiségben tudsz smeltelni. Vannak ilyen cuccok is. Még nem próbáltam ki semmit, de elég sok olyan verzió van. Hohoho. Jó tele lett. Úgy pörögnek az ingotok kifele. Hát már van is smeltelve ingot. Aztán... Hát már be is hoztam ide, de most már mind a három félét nyomatom egyszerre. Ennyi, helyes. Beállítottam, hogy mind a három féléből 2-2-2
be lehessen nyomatni. Lányomatja legalább. Nagyon fasztalan. Hát is. Hol volt itt az utolsó olyan dolog, ami... Ó, ne, várj, ne, ne. Szóval melyik... A sima Smithyből gyártom a cuccot, azt nem tudok elvenni, mi csak egy megadott időig. Igen, szóval a gyárcs, ha építőanyagot csinálsz, ami nincs AA-sban elérhető, az meg a Spunk legyen. Az AA-s, azt nem magamnál tudom legyártani. Nem, azt a megy a Smithyben is, ez a, az architect. Hol van? Az architect és wood alatt találod. Már, és lehet ilyen másfajta fajtát, de ahhoz külön ilyen lambert kell gyártani, ami jó, de az ugye az ilyen dekoráció tudszok, de szépek, amúgy azok is. Ja, hogy várjál, a sima Smithyben le tudom gyártani az AA-s. Igen. Akkor nem kell külön AA-s Smithyben, akkor... Nem, ez egy Spunk Smithy. De az a baj, hogy túl sok, mivel benne van az A-mód, meg a Spunk mód is, meg dekorációs mód is, minden. Így egy pár dolog ki van cancelelve ebből a Smithyből, amit nem tudsz építeni. Például az A Smithyben nem tudsz munition boxot gyártani, meg hajóra cuccokból sokat. Szóval vannak ilyen dolgok, amiket csak így egyszerűen nem bírsz benne gyártani. Létrából kell... Faszedő elefán fent van. Yep, itt az elefánt, ha az kell. Csak a szedőt szed le az egyik zsiráfló. Kint is vannak zsiráfok, szedőn le, bent is van egy... A, melyik a szedő zsiráf? Ez ami benn van, ugye? Igen, az tele is van. Itt akkor az a maradhat. Kell majd szerintem. A kinti három, ami egymás mellett van, azok a breedelősök. Meg a hátsó kettőt még lehet használni, hogyha akarod, de azok is ilyen nagyszintűek. De rájöttem, hogy rosszul breedeltem őket, mert ugye kerestem egy nagyszintű macit, és van ilyen 173-as szintű macink. Ezt már nem lehet tovább breedelni. És nem lehet szintezni. Mert 150 a max. Szóval befogtam egy másik macit, itt nem a szint a lényeg, azt mondták nekem, hanem a statek. Befogtam ezt a macit, a 47-eset. És ennek, tetszik a színe, az is tetszett, azért fogtam be igazából. A színe miatt elsősorban, és ezzel fogom majd crossbreedelni őket, hogy átjöjjenek a jó statek, csak megmaradjon a kicsi szint. Igen, már róla, nekem addig utolsó, amíg fekete medvét nem találsz. Azt mondom, jó van, az is lesz. Az is lesz majd. Kell nekem... Nem is tudom, mit akar. Ja, ajtó kell. Kicsit fényes. És... Sok méz van a környéken, amúgy... Jaja. Mi nem baj, mondjuk. Az nagyon jó izének majd. Igen, már a elefánt kiszedi a cukrot? Medve szedi, azt hiszem a legjobban. Nem jutom ki. Meg van, mi ez, látsz ilyen, mi ez már, cukornálat is. Jaja, itt pont mellett a... Azt kérdeztem, hogy az elefánt kiszedi, hogy beleütök ki a... Lehet, hogy szed valamennyit. De nem vagyok benne, biztos megmondom neked az őszintén, úgyhogy... Oké. Ja, ne, nyugi, ezek a feláldozható medvék. Feláldozható, ja. Feláldozható medvék haldokolnak most. Ami mehet. Azok ott vannak a szikla mellett, ha elnézel a bánya utáni szikla,
ami van a legsarkán a szigetnek, uh-huh. ott vannak valahol mellette azok a macik. Azt nézem, hogyha az elefánttal kiütöd ezeket a, nem is tudom, milyen fa csemeteszerű cuccok, abból az ad egy plusz fajta tetszet. Hát a szigeten háromféle tetsz van, és háromféle fa is. Azért ezt a sziget választottam, meg háromféle fém is. Úgyhogy a hármas receptekből már mindent tudunk csinálni, és a hajón vannak hármas receptek, ugye. Az már, azzal már vannak bőven ilyen háromfás receptek, ami ho-ho-ho, jó lesz. Úgyhogy a, ugye van az a, ami a, milyen neve neki, a Lumber Mill. Uh-huh. Abban is van háromféle tetsz már. Az is pont elé három olyan fát, amiben van háromféle tecs. Meg háromféle fa is. Úgyhogy azért került oda. Fajta van benne. Ez a, ez, ez a cheddar, fear, meg oak. Azt hiszem. A fából. A tecsből meg van a, ez a frond. A twigs, meg bark. Igen, a twigs-re gondoltam, mert az csak a izéből tudok kiszedni elvezetből a fatyemetékből, vagy ha ásóval ásol. Oké, és egy. Szuper, szóval itt hármas. Oh yeah, baby! Oké, és... Yes! Hogy is csináljam? De az ma kész lesz a hajó? Hát, ha... arra vagyok kíváncsi, hogy ennek a hajógyárnak. Hogy működne? Szóval... Elvileg ez így. Ez ma majdnem egyenes. Ez így jól néz ki. Yes! Brigantin és Gallaunt lehet benne csinálni. És fasza! Csak ezt a két hajót lehet benne csinálni, de ugye ez a Masterwork Shipyard, úgyhogy valószínűleg jobb féle. Hajót csinálunk belőle. Vagy nem? Most már csináltam egyet, úgyhogy ebben lesz egy ilyen gallanunk, és kipróbálom, mert érdekel, hogy be miért csinál. Na! Jó, Istenem! Szóval, imi az úgy volt, a macskám kikapcsolta a számítógépemet. Jó, te cuki cicám! Szia, upsi! Yes. Szóval mindjárt jövök vissza egy fél pillanat. Volt egy kis... Upsi! Istenem, szegénykém. Na, haragudj, mi rá most így áll. Ups, mindjárt jövünk.
Sassi, mi hallasz? Ja, még nem, mert mire. Szava, Simi! Nem tudom, mennyit hallottál belőle, de a macska kikapcsolta a gépemet. Mondom, nem tudom, mennyit hallottál belőle, de a macska kikapcsolta a gépet. Épp az, hogy most izé volt, macska kikapcsolta a gépet, felült a gépem tetejére, aztán rá... Mert általában benne szokott lenni egy pendrive, amivel ugye rámentek a gépre meg innen, csak most nem volt benne, mert használtam, ez ki volt húzva, úgyhogy hiszem úgy döntött, hogy most jó idő van itt bent, üljünk rá gyors a gépre. A kis cukiság! Oké. Yes. Istenek már sötétedik, a Cisza pedig bent van, úgyhogy gyorsan be is rúgom a kinti ajtónkat. Volt egy kis rollback, úgy néz ki. Ugye talál a zsiráf inventory, az jó. Úgy valószínűleg a hajógyárunk nem lesz lent. Rárakjuk a... Jep, a hajógyárunk nincs lent. Hupszi! Egy zsiráf bébi, te gyere! És equit. Meg lehozzuk az ajtót is, mert arra is szükségünk lesz. El kell egy door, egy OS. Yep. Meg egy létra. Done and done. Ide a hajógyárunk oldalára csinálunk egy ilyet, itt is rámegyünk. Szuper, és jöhet rá a létra. Csak ugye a vízből fel tudjunk majd jönni, ha kell. Utána jöhet az ajtóhely. Hatossa bele az ajtó. Négyes. Szuper. Ötös.
négyes. Na ez még jobb, ötös. Szóval, de jó volt. Hogy sikerült elkapni? Négyes. És ötös. Jep. Visszamegyünk oda. Innen még egyet berakunk. Lemegyünk alatta. Kicsit ilyen össze-vissza az egész, de szerintem jól működik. Tetszik a dolog. Lerakjuk a hajógyárat, megint csak. Utána összekötjük az egészet, és akkor ide lentre tudunk csinálni ilyen smithit, meg lumot, esetleg egy tannerit is, és akkor nem kell messzire vinni majd a cuccokat, hanem ide hozzuk egy nyersanyagokat a közelbe. 2-3. Te leszel a kicsi párom. Úgy tudtam, hogy ez így. Hoppá. Hoppá. Szuper! Elvileg ez elég is lesz neki. Úgyhogy most visszajövünk és lerakjuk, amit le kell. Meg eszünk is, ha már itt vagyunk. Done. Ötös. Jó. És akkor elvileg ide le tudjuk rakni a hajógyárunkat. Hármas. Re. Mennyire dobott vissza? Hát az állat, a jószágon voltam még sajnos. Az elefántom már mint kint. Elvileg ez így pont. Jó, meg néz ki. Aha, jó is lesz. Na. Szóval akkor... Új, nem tudom mit tettem, de futni kellett a WC-re. Erre pick up large sheet. Van valami quality. Egy a százból, az mit jelent? Nem micsoda? Sima shipyardon is van, én csinálunk már shipyardot, csak nézzük már, hogy mi a különböző, statek. Erre a kvalitában vagyok kíváncsi, hogy ez 1 per 100, hogy ezt aranyjal föl kell tolni? Hát olyan, mutasd meg, hát nézzem. Beraktam a smithybe. De csak transfer van, nincs olyan, hogy... Nem, ah, te hülye vagy, Roli. Az quantity, nem quality, te hülye. Ó, jó. Jó, semmi gond, rájöttem magamtól is, hogy fasz vagyok, ne aggódjál, Imi.
Ah, Istenem, hogy lesz ilyen hülye, Roli? Normális. Pedig már be is lőtte a faszám minden. Ez így jónak tűnik. Van egy kis időm, hogy helyrehozzuk, hogyha elrontottam valamit, de úgy hiszem, hogy ez így jó. Itt pont ilyen 2 van, 15 másodperc. Ó, szávaszi mi? Ott is pont 2 van, szuper. És elvileg nem kell háromféle alapanyag ahhoz, hogy a hajóvázat megépítsük, úgyhogy az lesz. Reméljük, ilyen nagyobb durability is lesz a hajóváz. Csak abban reménykedek. Most ezt kipróbálom. Lerakok mellé majd egy ilyen Klinger hajógyárat is. Mert az is kell majd, és úgy lesz csak az igazi. Meg majd belehozom ugye az anyagokat, amik kellenek. Mert ahogy a Melik általában mutatja, szükségünk lesz egy pár kész hajóra, hogy utána rögtön tudjuk majd menni tovább. Egy mantarája éppen szexuálja a zsiráfokat. Azt nézem, hogy mi az a sebzés ott. Szuper. Ez így szerintem ide jó is lesz. De mögé szeretnék majd még... hozni... ide egy Smithy-t, meg egy Lumot, meg ilyeneket. Mennyire dobott vissza? Mennek a... Jaj, de fogók mennek, jó van. 1, 2, 3 és negyedik. Ezt ki is próbálom, mi kell hozzá? 5000 tecs, 600-700 metal, ilyesmi, semmi olyan, ami esetleg nincs a birtokomban jelenleg. A szigeten nem ártanak találni egy krokodilt, mert azt tudj már nekünk hozni még egyféle fibert. Legalábbis azzal mentünk el... miért nem vagyis hívják volni? Búvárkodni.
Istenből, hogy visszaraktad a medvébe az összes fájből, te hülye vagy. Elmegyek fémé. Közben találunk egy-két térképet, mert a térkép selectionünket is vissza kéne hozni. És szerintem egyelőre ez a hely az maradhat főbázisként. Azért, mert ugye itt háromféle minden van a szigeten, az azért eléggé frankó. Csak egyféle dolgot kell idehozni neki, nem háromfélét kell máshol vinni. Amíg nem találunk jobb helyet, szerintem ez így megteszi. Kell a fémből. Ja, meg az összes gemünk is oda, nincsen sajnos gemünk se. Az még benne volt a pakliba, hogy... Az is elment! Mit csinálsz? Mihez kell mi? Hát ez a resource boxhoz. 67 alój kell egyhez. Igen, ez a land resource box. Ja, hát ami ott a kincses. Yeah. Tudtam, hogy a hajón is van. Ha? Hát de figyelj, csinálhat, mert igazából van alójunk. Ja, mert hát ugye az fog kelleni, mert az, hogy mindenféle nyersanyagnak a mindenféléjéhez, hát az egy kicsit kicsit sok lála kéne. Szerintem yep. Egyféle nyersanyaghoz egy lába elég. Szerintem is szerintem. Mármint, hogy igen, értem, hogy érted. Igen, tökéletes. Úgyhogy a négy a összes féle fénynek egy lába, összes fénynek alójnak egy lába, úgyhogy az úgy szerintem elég, bőven elég, mert kis sok hely kéne ahhoz. Igen, szerintem is úgy azért kicsit sok lenne. Szerintem az bőven elég, igen, hogy akkor faszán szét lesz szedve, lesz egy jóféle kis base of operationünk, ahonnan bármikor össze tudunk rittyenteni még egy hajót. Méghozzá jobbik féle shipyardból.
fából még kell. Fiberből nem kell olyan sok. Érdekes módon sokkal több kell a, az A-as hajókhoz. Azt hittem úgy, hogy gallon craftoláshoz kell arany is. Kell bizony. Hát itt nem. Ja, igen. Ebben nem kell. Ami jó, én nem azt mondom, hogy nem, én inkább azt mondom, hogy de az, de jó. Mások fa kell, és fiberből is sokkal több van, egyel több. Tejcsből pont annyi, metából is. Tökéletes. Ezt nem lesz benne, hagyjuk a többit, majd utána kihozzuk. De visszajöhetünk ide. Oké, fára van már csak szükségünk. Elviszem az elefántot egy körre, Imi. Na jó. Kicsit messzebb megyek vele, mert ne ilyen nagyon közelről hozzuk már a fákat. Meg egy idő után elkezd frankon izéni. Össze, vagy össze, visszanőni. Hát kell egy kis idő neki, ja, de... tudom mennyi idő a visszaponolása. Mennyi lehet? Szerintem azokat alapon hagytam ezen a helyen. Ugye a spawn időt. De így valahol tetszik is benne a dolog, mert tudom, hogy látod, hogy mennyi mindent építettem már, hogy mennyi erdő van eltüntetve. Melyik... Melyikkel a sima, az AA, meg mi volt a harmadik? Ez a Spunk. Meg van még, vannak még smithék, aztán ha belenézek a skill tree-nél. Van industrial smithy, de ahhoz kell sulfur, brimstone, az már kicsit durvább. Van olyan, amihez már ilyen cursed wood kell. Van ez a, az a Klinger additional ship parts, ami jó lehet nekünk. Az is, mert ugye lesz egy olyan hajógyárunk, ez a Klinger hajógyárunk. Nem tudom, emlékszel arra a jó kinéző Brigantinra. Igazából Karaka neve neki. Na, Anna az Klinger. Szóval ott is ilyen, azok biztos ilyen faszán kinézők. Én nem találom a Spook Smithy-t. Ha beírod a Smithy-t a Smithy-be, ott tudsz AA-sat meg Spunkot csinálni. Ja. Hát AA-sat tudok magamnál is. Ezt nem tudtam. Én azt úgy csináltam mindig, hogy, hogy beírtam a Smithy-be. Hát, de igazából azt nem értem, mert a Spookból is tudok egy csomó mindent magamnál, hajójárat meg ilyen. És azt nem értem, hogy a Smithy-t pont miért nem. Erre beírom, hogy Smithy. Én tudok csinálni magamnál. Spookból. Aha.
Nekem nem mozdul el. Wow. Van egy olyan, hogy... Csináld már meg azt az egyet. Hát vagy amikor már meglesznek a smithik, ebből a smithiből átpakolunk, azt fölveszünk, azt odarakjuk, már ez egy spunk. Ja, végül is. Ja, de ez meg agyig van pakolva. Hát de előbb-utóbb úgyis ki kell rá, most nem fogjuk ott hagyni a vizék közepén, kipakolok belőle szívesen. Nem ez lesz az első. Csak kidobok mindent a földre, fölveszem, azt ennyi. Csak szépen lassan oda gyaloglok, lerakom, az kész, már csináltam ilyet. Lehet csinálni ilyen hajóra való, ez a ez ilyen Smithy Resource Box, az a neve neki. Ez kemény lehet. Azt néztem az előbb valami Resource Boxot én is, ha? Klinger, azt szerintem az, hogy a hajóra fölrakod, és akkor az egyszerre Resource Box, azt nem hiszem el! Ne... Susa. Azt hiszem, megint megnyomta. Shit. Egyem a szívedet. Hát, zamacska. Én úgy csinálom, Mimi. Én úgy csinálom. A macska pozíciót váltott, és... És... Tehogy is. A kis egyem a szívét. Főtöltött a Discord-ra szegényként. Nem lehet haragudni, ne olyan cuki. Na jó, lehet, de akkor is olyan cuki. Tiszta kényelmesen épp most helyezkedett el, hogy neki itt lesz a legjobb. Biztonságban van itt mellettem. Meleg is van. És... Ő uralkodik a kikapcsolási gomb felett. De jó. Sokkal jobb lenne, nem tartana még olyan sokáig, hogy betölt a játék, de mindegy. Na mennyire dobott vissza? Oh. Közben rákeresek már, kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik a Masterwork Shipyard. Megvan, hogy csinálok. Megkérdezem ChatGPT-t, ő tudja. Megmondja a frankót. Hát cím, visszajöttem.
Hozok valamit inni addig. Azt mondja, hogy ilyen bete, jobb stepekkel csinálja majd a hajót. Ami jó lesz. És elvileg már csak akkor a fa kell ide, ugye? Még több fa kellene, nagy uram. Yes! És az elefántban egy dekafa sincs. Megkérdezem ChatGPT-t, hogy össze tudja nekem hasonlítani a rendes Gallaonhoz. Aha, megjött Timi. Hello! Itt van az elefánt tetején. Hagyjuk itt infonat a szart? Elvileg jobb lesz tőle a sebessége, a durability, ami nagyon jó, és a manőverezhetősége. Ami aztán, fú de jó. Ó, itt egy fekete hátú maci. Hány a szinti vagy te apa? Hú, ez nagyon cuki. 56-os, ez lehet egy kicsit sok. Megkapja még a szinteket hozzá. De legalább most mást is tudom, hogy ezeket a stateket boostolja a hajón. Ó, jó néz ki, jó faszán körbe építette a cuccot, stettig. Jó lesz az épületünk. El akarok menni egy kicsit messzebbre, de nem túl messzire azért. Hát ott a fáknál pont jó lesz szerintem.
jó sok szigépsz kell majd kidobálni az országból, az biztos. Hoppá, ha. És azt is. Még egy kis szigét? Ah, már nincs benne annyi. Sok. Még egy kevés fa, aztán jók is leszünk. Tehát egy kis fonzt. Na ez ennyi volt, irány vissza. Köszönöm, viszont a kávémat. Szerintem lehet, hogy azt le is gyártunk majd két hajót. Nem értne. Egy másik fajta hajógyárat is le akarok rakni mellé. A Klingert. Ezért csinálunk többféle dokkot is. Aztán majd utcú neki. Let's go and do this. Super. Kell egy pár, nem tudok egy pár ezer kell csak a fából. Szerintem ennyi fa elég is lesz neki. Elviszem én, el tudom menni. Visszahozom a macit, természetesen. Rere! Itt keresek az elefant tetején. Hát ott voltam, amikor beléptél. Ja, igen. Aha, eljöttél velem fát vágni, Émi. Nem estél le szerencsére. Most eddig dobott ma meg Émi vissza, hajon. Oké, és yes! Galleon is done. Közben utána néztem a ChatGPT-vel, hogy miben nyilvánul meg a Masterwork Shipyard, mert én azt hittem, hogy olcsóbb lesz, de nem az. Hogy izé, jobb lesz a hajó, de nem láttam ugye ilyen semmit a hajóról. Uh-huh. Úgyhogy megkérdeztem a ChatGPT-t, és azt mondta, hogy nem látok bele a hajóban, nem hát. Hogy a stetjei lesznek jobbak, gyorsabb lesz, jobban fordul. Hogy is mondta? Ez. Jobb lesz a durability-e, a speed-je és a maneuverability az. Mm-hmm.
visszahoztam a jószágot, van bele fa is, meg minden is. Csak elvittem már. Gyorsan, tudom, hogy a fémes maci volt, de... Vele, ha mi kell a Klingel shipyardhoz, fuhú, 1400 gold coin-kel, az még belefér. 1500 stone, hát arra nem számítottam. De az is jöhet. Hú, ennek a macinek ezes a vétje. Ennek meg 1800, ez csak jobb. 290 millió. Spunks, mit csinálnál meg nekem? Ja, csinálom is, bocsánat. Már az izébe se találom az asztalba, az AA-sba, a Spook név alatt. Ha minden van, csak a Smithy nincs benne. Én úgy keresek rá, hogy Smithy. És már úgy találom meg. Megvan. Csak az, nekem csak az izét hozza be az asztalba, és csak az AA Smithy-t. Lehet, hogy nem tanultad ki? Na, az mondjuk lehet. De mondjuk más Spook cuccokat meg tudsz csinálni. Hát ki van húzza pedig a... Hát persze az összes többit tudom csinálni. Ha meg ki van minden tanulva az izébe. Egyedül ez a Watchtower, meg... Team Cargo, meg nem tudom, Team House, úgy ezek. Ez nincs ki tanulva. Új, tudom valami Industrial City. Uh-huh. Páncélszekvény, ipari hó. Jaja. Abból is nyugodtan rakhatsz bele, amúgy megnézhetjük, én kíváncsi. Azt tudom, hogy ez jobb, mint a sima nekünk a Forge, vajon. Elvileg ki van tanulva, de... Írja, hogy az, nem lenne. Az Industrial Forge, az jobban, mint a Forge, persze. Az Industrial, meg gondolom, hogy gyorsabban smeltel, vagy valami. Industrial Smithy. Az is kellemesen hangzik. Az meg gyorsabban craftol, gondolom én. Mert ugye eltelik egy kis idő a craftolások között. Elmegyek kőért. A maciból kirak... A fémet azt kirakom a Smithybe. Olvasztottad? Uh-huh. Elmegyek, aztán hozok sok-sok követ. Bármilyen lehet, hogy megcsinálom, hogy keresek egy jobb receptet a hajón, a kőhöz. Nincsen négyféle fánk sajnos, csak háromféle van, de abból is már jön egy egész jó hatchet. Már lehet, akkor megcsinálom a jobbikat, csak azzal megyek követ farmolni. Uh-huh. Így most már itt lesz legalább egy rendes Galleon vász. Majd a Kinglership Galleon mellett, arra kíváncsi vagyok. Kell még nekem egyféle metál, az ami a sima metál. Úgyhogy ezt el is hozom. Szevasz Attila, mi újság? Pacsi. Szasz.
Elhozom az egészet, az elfér az inventorimba. Annyira tetszik, hogy be tudunk, opa, ja. Hogy háromféle metal tudunk farmolni. Annyira jó. Vártam már rá nagyon. Kettőt lehet belőle csinálni, le is craftolok 10-et, ha tudok, de nem tudok, úgyis csak kettőt hagy. Jep, ennyi volt. Ezt kiveszem belőle. Azt mondod, minden a régi? Ennek örülök. Ez egy mail. Na. Lowest. Azt kövessé, maci. 10 000 kőre van szükség. El leszünk egy darabig. Van egy kis tin, de az nem kell nekem. Nekem most csak a kő kell. Meg akarom csinálni ezt a hajógyárat megint. De az, hogy lekraftoljuk mind a két hajót, szerintem szükségem lesz vagy 200 000 fiberre, vagy talán 400-ra. Az sok. Zárászik egy darabig. Aj, nem ide kellette. Roli, nem a medvébe rakt, hanem a kocsiba. Te kis bútus. Várok farmolni, csak szólok. Egyik kedvenc elfoglaltságom, amikor célirányosan farmolunk. Hát már nem megvan 5000, a fele. Hát jó, haladunk mindig. Egészen addig haladunk jó, amíg nem. Mert valami oknál fogva meghalódunk.
Á, jó, ez is igaz. Úr, az egy tin volt, azt nem akarom bántani. Elnéztem. Tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom. És ennyi is. Visszavisszük még egy kör ilyen, és megjött, meg lesz a klingerünk is. Klingerből majdnem elég touch van, ahhoz 6000 kell, és még kőből kell 4000 körülbelül. Hú, ez kemény. Kívülről nézzük meg, különben hány inger lesz. Annyira lobálja az exet az emberünk, hogy kicsit sem hány inger keltő. Látom, hogy mi nagyban dolgozik a dobozokon. Nem helyes. De jó lassú a karakterem. Ezért jobb a Rinova, egy ilyen sziklán neki megyek, fejjel a Rinova, tele van kővel, egy sziklából.
Ugye van egy ilyen fölcsárgyolós képessége neki. Frankuáljon. Ez a medve, ez ilyen fekete tetején van, fekete csíkok, de van egy másik macink. Ez egy fiú maci, ami fekete alul. Ebből össze kettőből össze tudok hozni egy... Haj, az kéne. Jó van, az lesz. Meg lesz a fekete maci limi. Addig nem alszol, amíg nincs meg. Hát azért. Breederni most még nem fogok, csak befogom, hogy legyen. De elvileg ezt össze tudunk hozni egy fekete macit, aminek a tetején piros csíkok. Hát nem, már itt is össze tudnánk hozni egy fekete macit piros csíkokkal. Nem is kell hozzá semmiféle semmiség. Jaj, pont úgy lélegez az elefánt, hogy nem látom azt mit itt, de jó. Szuper! Másik egy kis tecske, meg 1400 arany. Annyi menni fog. Jep, már csak 1400 arany kell. Oh, lent lesz egymás mellett a két über frankó shipyard arany. Visszarakjuk ide. Ez nálunk marad, hogy itt is legyen. Ez a 400 fok is. Done. Yes please, haha. Meg is van a shipyardunk. Hagytunk egy kis aranyat is itt. Nem tudom, hogy kell-e még valami. Várjál, mindjárt megkérdezem. Nézzem meg, hogy hagytam neki valamit, de nem tudom, hogy minden megvan-e. Tizenkilenc. Resources van. 19 féle? 20, bocsánat. 14 félét raktam le eddig. Mi az Isten van még akkor? Jó, de mondjuk az organic paste-t is gondolom beleszállunk. Igen, az is meg van még. Mythical Hide, Mythical Fiber, Mythical Wood, Mythical ja. Touch, Mythical Stone, meg Mythical Metal, amik ugye benne beletartoznak a Metal Woodba, de amúgy van, amúgy nem sok van, Wood, Thatch, Fiber, Hide, Metal, Stone, Coal, Crystal, Gem, Olaj, Cukor, Keratinoid. A keratin az még nincsen, igen. Ugye cukor, az a szep.
Igen, az megvan. Szerintem annyi amúgy. Ha Kellett valami, kéne. hagyj ki egy pár helyet, tudod, hogy raksz le egy pár extra chestet, aztán valami van, akkor... Hát de mondjuk organic paste-nek, most nem tudom, nem igen kell. Hát nem nagyon kell, az már abból csak Szerintem egyféle van, abból ugye? egyféle van, szóval abból nincs, abból nem kell. Mindegy, egy lesz itt pluszba majd. Ennyi. Tökéletes. Meg is van ez a Klingel Shipyard, nézzük meg, mit tudunk vele csinálni. Ó, ez egy Akkor hatalmas nagy kéne shipyard. Tanneriből is mindenféle, nem? Hát Tanneryből én csak egyfélét csináltam eddig. Mondjuk abból elég egy. Mert most a kukkosokból nem kezdem, abból elég az alap. Mert ugye abba tudod csak a bőrpáncélt ugye elvileg megcsinálni. Meg a többi összes félét. Biztos a loom is kell, abban is jobb lesz megcsinálni ezen cloth dolgokat, ugye receptből. Mindig saját inventory-val Na, abból is csak a sima kell, nem? Igen, igen, abból is Elég. Szerintem spookot csináljunk a simák helyett. Amúgy. Mert... magamba hozom a zsiráfokat jó mélyre. Én leszek a zsiráf gyilkos. Jó, úsznak. Le akarom rakni ezt a hajógyárat, az jó lenne. Van ilyen fűtőtest is benne. Aha. Hát ugye az a brídelő helyekhez, melegítő, gondolom. aha. Meg van ilyen wind valami lófasz is, ami hűt is. Nem Igen. úgy, mint a... Az is valamelyik mod. Nézzük csak meg ezt a cuccot, amit lehet itt csinálni. Egész jól néz ki így. Wow, Roli! Azt a... Te persze, hogy meg kell halnom! Köcsög mantarája! Rohadjon is meg! Meg kéne valami kaja amúgy. Most nézem, és figyeltem az időt. Hát figyelj, Émi. Na halljál éhen. A zsiráfok itt voltak, addig nem ölted meg őket. Én oda megyek be, azok egyből. Vagy te gyönyörű idióta te. Egy kis fish skin.
Hát köszönöm a teszt, de nem volt egy basszis dasz. Na. Jöhet egy pár ilyen is, mondjuk egy 20, vagy... nem, akkor csak 15. Ahogy ne. Ez egy kóbormedve, vagy a fekete hátú? A barna alja. Na, így néz ki a Klinge Shipyard, Imi. Atomjövendnek van rendes ilyen része, ahol föl tudsz hozni mindent. Nagyon kis frankó. Oh, nice. Ez a Ship of the Line, az meg jó drága. 10.000 fa, 7.000, 2.000 metal. Van ilyen Corsair Galleon is. Six large sail-lel. De jó. Ebből is csinálunk egyet, azt tudni. Az biztos. Csak megcsinálom úgy, hogy oda lehessen hozzá férni, kicsit rendesebben. Van még alapunk, nincsen túl sok. Van 200, mi az már, AA-s fal itt bent a ládába is. Hát, mindenből is rengeteg kell, ráadásul ugye ezt megcsináljuk, ezt az egész projektet. Ez nem lesz semmi, de két hajóval indulunk el innen, az arról addig él is. Ja, ez. Na hát ez... mintha mi se történt volna. Úgy ide raktam, hogy... még sose raktam sehova se semmit. Na, és akkor... meg van ilyen Reinforced Brigantine, és szerintem az ilyen csatahajóra tökéletes amúgy, mert az ilyen meg kell csinálni a rendes plenket, a macska éppen itt van előttem, látszik a farka is, úgyhogy ha megy valamerre a karakterem, akkor az azért van. Mi vagy te? Szerintem lehet, hogy ilyeseket tisztják, egy pillanat is jövök, Imi. Csak adok a macskákat enni. Addig itt maradok a karakterre fönt, úgyhogy vész hajbira elbízni. Hát közben fölmegyek, aztán nézzük, hogy hogy építkezik Imi.
Maradjak hidratált, akkor már iszok is, ha megyek. Hát az... Úgyni. Kíváncsi vagyok, mi lesz innenek a... az alkotmánya.
Ó, oh, yeah, ingyen víz! Jupi! Oké, és ez megvan. Valami is esik. Na biztos, hogy egyből állt az eső. Annyi. Szuper. Kell, hogy 2000 fém hozzá. Ship of the Line-hoz, de meg fogja érni, én úgy érzem. Meg vannak jóféle receptjeink is. Az sem elhanyagolandó. Várjál, akkor kivesszük a... a kókuszt. És átrakjuk ide. Meg kell nézni, mert van jóféle plankünk is. Van egy medium wood ship deck, hát az azt pont nem fog kelleni. De ha minden igaz, hook, shovel, shield, ez a hydra, fegyver, sickle, nem érdekel, mace, kard sem, a fegyó sem, harpoon, pike, oké, ez már jobb. Itt vannak mi. Van German, ami az háromféle cuckál. Large wood ship deck, azt fogjuk készíteni. Medium, az nem érdekel. Medium. Ez csak 70 a weight-je. Meg 84 a durability-je, sokkal jobb a structure weight, ez meg 1.20. Egy. Master recommend 4-hez kell, ahhoz is egy 70-es weight. A lásból csak ezek vannak. Ezeket meg is fogom csinálni mindent. Szerintem. Uh-huh. Jó, van shipyard is. Masterwork, ami az 4 kell. Hát ez igen, ez arany kell, hogy lekraftoljuk magát a shipyardot. Legendaryhez kell ám tudsz. De jó is néz ki. Na majd lesz egy mythic shipyardunk. Olyan hajókat csinálunk benne, hogy... Hő. Az ez a cooking pot, ez úgy világítva az egyben, hogy égeti a szememet is. Cooking potot csináltál? Aha. Mit sütsz? Ez csak halott meg izé. Aztán már van valami.
Ez így nem lesz jó. Na, let's go. Kipimpot az nem lesz jó helyen. Úgy érzed? Greek részleget azt lehet, hogy kívülre kéne majd. Mert úgyis a zöld része lehet majd építeni az ezeket, nem a potokat. Nem feltétlenül szükséges arra, a másik helyen is tudtam az ilyen szürke részre építeni. És én is a lapzatra. Ja igen, mert a háztetőre csináltuk. Egyszer, azt tudom. Úgyhogy lehet csak a biomban fontos, azt hiszem, hogy milyenféle biomban van. Uh-huh. Ha jól emlékszem. Kevés fiber. Szerencsére nem kell messzire menni. Újra tervezés. Ez is ez a fiber kell, de ez is jó lesz. 2000 metál a húzósabb, aztán csak fakál meg fetch. Kidobom gyorsan. Nem elég. Ezt is. Kirakom a tint.
Csalalalá, járjunk körbe. Hát, itt lesz valami. Mintha. Nope. Ez pont nem az, ami nekünk kell. Tint keresünk. A tint keresők is ködben. Ez már itt túl közel van. Nice. Huh. Kiadtam a bányából, ha már itt vagyunk. Használjuk már a bányánkat. Elven. Üd bele valamennyi? Na, már 800-900 tén volt benne. Hát, jó. Még egy pár nódot találok, aztán happység van. Kicsit közel van, nem merem megkockáztatni. Majd. Ez meg vas, az meg jó lesz. Mixen match lesz. Százas kéne ebből is legalább. Ahogyni. Let's go. Szuper, és... Jep, megvan a 2000 metál. Pont, ha 25 metállal van több. 2000, az azért szép. Van még hajó építés, után befejezem ezt a részt is. Sok plenke meg mindenne, de addig ez jó lesz, így.
És már csak két dolog kell. Tetsz meg Wood. És szuper. Mit csináltál te idejé mi? Blue... 31 szekrényünk van a hajón, és abban minden egyikben van. Csak mondom, hogy... Nem van a szekrény, hát tudja, ki látszik a falon? Nem. Akkor jó. Na, ezt végzett. Úgyhogy, hát én szerintem, Émi, hogyha még akarsz egy kicsit koszkulni, meg építkezni, én fönt maradok neked addig. Bedugom a fülem a telefonra, meg fölmegyek Discordra, de el kell menni, hogy boltba főzés kézni kell, meg ilyesmi, úgyhogy ha valami van, sikíts. Jó. Ha neked az úgy megfelel, jövök még majd vissza, de a live-ot azt most itt hagyom. Nem egy 9-ig, maximum egy 10-ig vagyok. Oké, és majd látod. Én elbújok valahova. Hogy ne legyek útba. Aztán... Le is hasaltam, hát hogy nem fogy semmi. Mit tegyünk? Szuper. Na, akkor el is köszönök, srácok, menjünk megrédenünk valakit. Ha van valami ötletetek, hogy esetleg kit, akkor szóljatok. Ne tartsátok magatokba. Ha nem szóltok, akkor annyi kis megréd egy gigét, éppen a Stellaris-szal játszódik. Játszik, az is jó játék. Az is jó játék, megvan nekem is. Na, nekem is. Úgyni. Na, akkor annyi kis gigéhez, legyetek jó kis szobatiszták. Sziasztok! Sziasztok!